Terzic. Megint eladott labda hátul, megy Zivzivadze. Karnicki kérni a jobb kezénél. Karnicki át a túloldal, a 3-0. Egészen elképesztő, hogy mi folyik itt. Cseri! Vitathatatlan, hogy Cseri Tamás 32 évesen jutott el pályafutása csúcsára. A mezőkövest középpályása gólt lőtt korábbi klubjának, a Ferencvárosnak. Csapata 3-0-ra nyert, harmadik a tabellán, miközben Marco Rossi szövetségi kapitány nemrég elárulta, esélye van bekerülni a Bulgária elleni Európa-bajnoki pótselejtezőre készülő magyar válogatott keretébe. A mezőkövesdi stadionban látogattuk meg az NB1-ben 28 évesen bemutatkozó középpályást, akit arra kértünk, tanítsa meg kedvenc cselét kollégánk, Murányi Domonkosnak. És hoztam valami freestyle-os ide, hoztatok nekem aztán. Jó, mostanában szoktam csak a díngyócsát, de nem tudom. Amúgy azt, hogy állóhelyzetből könnyebb, vagy inkább lendületből? Én állóhelyzetből jobban szeretem. Lendületben nagyon nehéz megcsinálni, ugye? Hát lendületből nehéz oda. Igen, ja, hát, jó, persze, tudom, mert... Nem. Igen. Tipikus az, tudom, hogy mindent meg tudsz csinálni, ezt ismerem. Nem. Nem, egyébként sosem volt bátorságom ezt meccsen kipróbálni, vagy legalábbis vagy csak, amikor próbáltam, azt akkor szeretem amúgy, sosem amikor, sikerül. Amikor, hogyha széléről viszem, hogy jön az ellenfél, és akkor láb mögött csak, igen, hogy elvinni. Az, hogy is próbálod, hogy amikor így? Nem, nem, nem így. Ja, így. Így, igen. Ja, szóval akkor, igen, akkor tudod, gondolom, persze. Mondom, hát, ez valami szivatás. Nem, ja, nem tudom. Szoktam akkor úgy csak, aha, elvinni. Hát nem tudom, mindig amúgy adja magát. Nem, általában olyan típus általás vagyok, aki fogja és elfut a szélen. Próbál gyors lenni ugye az idősebbek, ja, között. Hát azért... És megtolom és futok, tehát semmit... Hát én azért szoktam, én is, hogyha szélén megyek, hogyha ugyebár a vonal mellett vagyok, akkor azt szeretem, hogy csak el kell vinni akár merre, mert szerintem az a könnyebb amúgy. Aha. Én jobban szeretem, amikor csak az ellenfelet csak billentem, és akkor egyik oldalra. Hát igen, alacsony súlyponttal azért az úgy könnyebb, hát könnyebb nekem. Magasabb időket, igen. Meg főleg lendületből. Lendületből csak azt szeretem, hogyha akár merre csak tolom elvinni, uh-huh, valamelyik irányba. És az ezzel az megy ott a... Új. Nem nagyon, hát szoktam a... trükközgetni amúgy. Hát azt mondja, hogy nem is kell, ugye, mert ez hát a séma. Ó, hát... A kötény az volt, hogy a sarokban a kötény, jól emlékszem. 16-nál volt. Iszállnak a kötény, és védekező pozícióban, ugye? Tehát, hogy labda kihozatlanál történt. 16, ne, az volt. Támadás nem volt vele? Ők rúgtak szögletet. Igen. Lelestem. Ugyebár visszavettem, megfordultam vele, és pont jött, és csak tovább toltam. És úgy kaptam. Igen, igen, igen. Igen, igen, tényleg. És akkor utána volt. És abban az utána az oldalpassz, ami hátra megott. Áh, igen. Az, igen. A meccsen, amikor ilyen szituáció van, akkor ez teljesen spontán jönnek, vagy úgy inkább figyelsz rá, hogyha van egy ilyen lehetőség, akkor meghúzom a sarokpasszt, vagy ez ilyenkor teljesen a meccs helyében? Hát ez, én azt nézem, hogy helyezkedik az ellenfél. Aha. Most, hogy... Azt, hogy ez nem jön össze, vagy ilyesmi, az ilyenkor nem zavar, hanem meg kell próbálni. Hát ez most... a váratlan, ez erre nem számít. Hát most persze, most mindig azt mondják, hogy bár, hogyha sikerül, hogy akkor extra, hogyha nem sikerül, akkor meg flagba. Igen, igen, ez két élő dolog. Most, most a félpályán, hogyha a sarok nem sikerül, lelesek, akkor ez flagba megoldás. Fele, hogyha ebből kontráznak. Miért nem csak elfordulok, és akkor csak simán passzolom. A edző ezt nem tesz szóvá, hogy esetleg ebből van eladott labda, és az ellenfél támad belőle? Hát nem is tudom, valamelyik meccsen volt ősszel. Ugyanez volt a szituáció, ugyanúgy futott valaki mögöttem, húztam, lelesték, és jöttek kontra vissza, de nem szóltak egy szót. Nem semmi. Hát igen, hagyni kell a kreatívátokosi bontakozni. Igen. De azért mondom, hogy én szerintem ez mindig két élő. Uh-huh. Hát igen, ez. Hogy most ez vagy sikerül, vagy nem. Hát de csak Magyarországon általában úgy szokott lenni, hogy ha nem sikerül, akkor egyből azt mondják, hogy gyenge játékos. Igen, ha vajon, akkor meg légiós. Valakinek nem sikerül, hogy át nem baj. Nem probléma. Kicsit máshol megítélik. Szerintem. Gyerekkorabban játszottál a Ferencvárosban. Mennyire fájó pont, hogy erre felnőttként nem kerül sor? Esetleg látsz esélyt arra, hogy a későbbiekben még ez megtörténhet? Hát. Nyilván, aki a Fradiban nevelkedik, az mindig azt szeretné, hogy a felnőttbe is be tudjon mutatkozni. Hát nekem is egy álmom volt, nem tudom, hogy a jövő mit hoz, vagy hogyan, hogy lesz.
az egy jó kérdés, de hát nyilván mindenki szeretne azért egy Ferencvárosba játszani. Fradi előtt végelőleg volt Győr is neked, ha jól tudom. Győrben kezdtél el focizni, Németh Krisztiánnal együtt. Németh Krisztián egy évvel fiatalabb nálam, én 88-as, én a Lencse László korosztályok vagyok. Hát ott az a 88-as, 89-es korosztály az elég jól sikerült Győrbe, csak azt szét is kapkodta az MTK. Uh-huh. Én mentem a Fradiba, egyedüliként, győriként. Utána volt még egy 88-as srác, Füleki Krisztián, aki ugyanúgy a Fradiba felkerült, de inkább az MTK az, aki elvitte onnan uh-huh. Győrből a játékosokat. Némót is vagytad személyesen, Németh Krisztiánt? Gyerekkori barátom. Akkor ez szerint alapja kapcsolat megvan köztetek? Hát most már azért eltávolodtunk, gyerekkorunkban mi egy iskolába is jártunk, általános iskolába, és ott a suli focikon is együtt voltunk, meg a szülők is ismerték. Akkor erős csapat lehetett akkor. Én mondhatnék. Igen. Biztos az, hogy Dunaszerdahelyre szerződött? Én úgy gondolom, hogy egy jó helyre került. Szlovák bajnokság is jó bajnokság, én úgy gondolom. Ott is, ha jól tudom, a Dunaszerdahely harmadik, ha jól emlékszem. Szerintem erős bajnokság. Mint már említettük, Cseri nem is olyan rég, 2017 nyarán mutatkozott be az élvonalban. Kíváncsiak voltunk, ő minek tulajdonítja azt, hogy korábban nem tudta átlépni az NBA egy küszöbét. Hát én úgy gondolom, hogy ilyen későn érő típus vagyok, meg hát kellett nekem egy olyan családi háttér, ami most van. Most, hogy a feleségemet ismerem most már 10 éve, vagyis hát velem van, meg most már két kislányunk van. Én úgy gondolom, hogy a biztos háttér az, ami elindított azon az úton, hogy az NBA-be is tudjak játszani, mert lehet, hogy előtte kicsit másképp élte az ember az életét. Ezzel az mit értesz? Más volt, hogy a hozzáállásod, vagy? Hát fiatalabb koromban szerintem másabb volt, most én nem fogom tagadni, hogy azért nem feltétlenül azt az életet éltem, ami egy sportolónak kellene, vagy egy sportolónak kellene élni. Most pedig már ott tartunk, hogy válogatott kapcsán kerül szóba a neved. Ehhez mit szólsz? Hogy fogadtad a hírt? Nem szoktam ezzel a dologgal foglalkozni, és ez tényleg nem sablon. Mindig úgy vagyok vele, hogy a klubomba szeretnék először bizonyítani, hogyha a válogatottba a szövetségi kapitány bizalmat szavaz nekem, akkor természetesen én mindent megteszek azért, hogy ott is a legjobbomat tudjam jutani. És vajon, ha valaki 4 évvel ezelőtt a franciaországi EB alatt felveti neki, hogy a 2020-as kontinens torna előtt szóba kerül a neve a válogatottnál, hogyan reagál? Nem rövöm ki, mert tanultam már ebből, hogy lemondjon az ember bármiről is, mert az élet bármit hozhat. Lehet, hogy egy jót mosolyogtam volna, és magamban más gondolok, de nem tudom. Ez jó kérdés. Gondoltatok már arra, hogy nemzetközi porondon szerepelhettek augusztusban, és ha igen, akkor nyilván várjátok-e, vagy hogy az öltözőbe szóba kerül egyáltalán, vagy még azért nem? Hát az öltözőbe egyáltalán nem kerül szóba, meg hát azért, ahogy te is mondtad, azért 11 forduló van még, azért az szerintem még elég sok. Azért az két jó csapat üldöz minket, mondhatni a Puskás és a Honvéd. Mind a kettő erős kerettel rendelkezik, de hát mi se vagyunk gyengék, hát próbáljuk a legjobbat kihozni, hogy hétről hétre magunkból. Nem itt lakok Kövesden, Egerbe lakok, de Egerbe elég sokan meg szoktak állítani, de amikor kimegyünk itt a Kövesdi, székházból kimegyünk a kocsig, azért sokan meg szoktak állítani, és mindenkinek van egy jó kívánsága, vagy egy jó hozzászólása, hogy csak így tovább, tartsátok meg a pozíciót, vagy gyerünk még egy kicsit rá kell tenni, és akkor még jobb lehet. Szóval tényleg mondhatni azt, hogy az egész város futballázban itt. Jól tudom, akkor neked Barkács végzettséged van, vagy hát pontosabban ilyen kárpitos, és Terez Barkács olgatni, ha minden igaz. Hogy ebben kezded a jövődet, vagy inkább azért szeretnél a fociban maradni, hogyha majd egyszer valamikor szögrasztod a stoplist? Hát mindig azt mondtam, hogy nem szeretnék a fociban maradni. Aztán most jött egy olyan sugallat, így a fejemben meg feleségem is mondta, hogy azért nem lenne rossz, hogyha bennmaradni így a fociba, bár nem tudom nagyon elképzelni magam felnőtt szinten, hogy edző, inkább utánpótlás, hogy a gyerekeket képezni. Ha már fiatalokkal szeretne foglalkozni, arra kértük Cserit, saját tapasztalataiból kiindulva adjon tanácsot a mai gyerekeknek. Hát az, hogy sose keseredjenek el, és hogy soha ne adják fel az álmaikat, mint ahogy nekem is álmom volt az mindig, hogy az NBA-be játszak. Mert soha nem tudja az ember, hogy mikor jön el az ő ideje, és mikor kell bizonyítania. És tényleg nem keseredtél el soha? Hát volt már rá példa, amikor úgy voltam vele, hogy feladtam az NB1-es pályafutást, hogy be fogok mutatkozni, de ezért mondom, hogy sose szabad feladni az én tanulságomból, hogy bármikor eljöhet az az idő, és amikor ott van az a lehetőség, akkor kell megragadni.